Start, elindult a 2024. évi Szerencsejáték ZRT nemzeti díj. Jó tempó, nagyon jó tempó van helyből, és Mágnás Öcsi, akivel elmennek vezetni, illetve a várakozásoknak megfelelően Zommer Prince-el, aki így nyerte a kritériumot és hasonló taktikával futott Pozsonyban, ér áll most már a japán-német lovassal, Terácsival. Zommer Prince, Mágnás Öcsi, aztán Short Circuit van nagyon közel, valamint Timur, Exact, Poseidon a lovak további sorrendje, Dark Blue Sky következik, illetve Ráadás. Egyelőre nagyon-nagyon jó még mindig a tempó. Ennek ellenére viszont azt lehet mondani, hogy nem esett szét különösebben a mezőny. Géza, valamint Bontu Champion a sor végén. A kanyaroz ér a mezőny, és Zommer Prince tartja ezt a minimális előnyét, és a falon szépen lassan Short Circuit fellopakodik most már mögé, ráadásul könnyelhető lesz majd helye, bizony, hogy van, úgyhogy a barrier mellett Frenkel fia, a Szent Tamásiak nagy reménysége Short Circuit elsétál most már Zommer Prince mellett, és egyelőre Timur feltűnően jól tartja magát. Short Circuit, Timur, Zommer Prince teljesen megáll, Mágnás Öcsi jön kívülről, Dark Blue Sky is zárkózik, Igzek pedig teljesen fennakad, a fáradó Zommer Prince mögött könnyelhető a favorit Igzeknek, itt ment el most már a versenye. Short Circuit vezet, kérdés, hogy a végét kibírja, mert az 1600 méter nála lehet a határ. Egyelőre azonban még vezet, mögötte Timur az egyetlen magyarló, óriási formát futva, egyelőre nagyon közel, Igzek pedig ismét versenyben van Perovicsal. Jön kívül Dark Blue Sky, ott van Mágnás Öcsi, és Géza is elindul, Géza óriási lendülettel, Gézát nem lehet megverni. Georgievvel Géza elköszön az utolsó 100 méteren, és Géza nyeri a futamot. Gézai a nemzeti, Short Circuit és Mágnás Öcsi a második és a harmadik.